A Chevroletben agyba főben nyomják a dudát, de a Csók király még készülődik. Felveszi az új ruhát, kifényezi a csukát, majd az amerikai álomautón bódító Coca-Cola mámorban gördülnek a Hotel Mentol elé, ahonnan kiszűrődik a rock'n'roll party mámorító hangja. A Hungária amerikai álomképében állandóan szólt a rock'n'roll az utcáról, libben százezernyi lófarok, és a lányok összesúgtak a jampi fiúk háta mögött. Jó estét kívánok, Moskovics Judit vagyok. Ilyen volt a Hungária álom 1980-ban, amikor maximum egy zsiguliba szállhattunk be, hogy megcélozzuk a magyar tenger partjait, és indulhatott a hathengeres Limbo Hintó. Limbo, 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 egy-két-hár. A Hintó még rád vár. 4-5-6. Piszket már a talpon, világra szóló Limbo parti, túl a ház körül. Pálmafák, napfény, vidám jampi fiúk és jampi lányok rázzák a rumbatököt, mint az amerikai partokon behúzott hassal színes ruhákban. De ez itt Magyarország 1980, amikor még ünnepnapnak számított a banánszállítmány a közértben, és a narancsokat is a pálmafákra képzeltük. Narancsba borultak a pálmafák. Valami mást akarni, másképp élni, másképp viselkedni, a szerelemben másképp létezni, és meg annyi dologban. Erről mi énekeltünk. A legfényesebb mulatokba bejárnék, a tálforgetek ördöge lehetnék. Színekről, illatokról, lendületről, az amerikai államról szóltak a Hungária dalok az 50-es évek rock'n'roll hangulatában. Csak 30 évvel később, amikor Budapesten már a rockerek bandáztak a kerületekben. A szól a zeneiddel mindenki tisztel. Ilyen tetszett fiatalok voltak, akik Budapesten éltek, budapesti srácok, akik hallgatták a Szabad Európát, és elképzelték valahogy Amerikát, és azt így viselték magukon. A Hungária jampecei azért mások voltak. Őket már nem a szüleik és az egész világ elleni lázadás heve fűtötte, hanem a vágy, a siker, a pezsgés és valami szabadabb élet után. Mi tulajdonképpen egy álmot hoztunk létre, egy olyan nem abszolút nem valóságos álmot, ami csak a mi vágyainkban létezett. De nem csak az 50-es években volt elképzelhetetlen. Igen, ők is a Hungária. Nem bújok én többé már a szobába, nem építek kemencét a szobába. Négy srác népies mellénkében, szolid kis masnyira kötött szalaggal a gallér alatt. Szinte minden ember nagyvárosba vágyik. Ahogyan ez illik, egy rendes fiúzenekartól. Aki csak itt keresi a szépet, nem csak ez a vonzó ég. Nem vagyok értőből már a szobába, ezt kellett játszanunk, mert azt mondták, hogy ilyen csavatva szőnyeget rakendról, ez nem megy. Hey, 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 hey. Meg is nyerték a 68-as Ki mit tudott. Végre szót értettünk a Hungária együttessel. Érdekelte is a srácokat, hogy mit mond a KISZ kulturális tagozatáról delegált zenei szakértője. A lényeg, egy hónap alatt az egész ország megismerte őket a tévéből. Megzavarodott a világ. Szóval, amikor az ember két héttel korábban még nyugodtan lemegy az utcára, elsétál a, mit tudom én, az egyik cukrászdába, vesz egy fagyit, lemegy kicsit focizni, még az is belefér. Két hét múlva a lányok ezrei rohangálnak utána a körúton, sikítoznak, tépik le róla, nem tudom én, a zakót meg a hajába nyúlkálnak. Akkoriban országosan három zenekar létezett, a Metro, az Illés és az Omega. Valahogyan az úgynevezett szakma sem igen fogadta el a lelkes tinédzsereket. 1964-ben láttam egy filmet, az volt a cím, hogy Amerika egy francia szemével. Michel Legrand írta a zenéjét, és bemutatták Amerikát, és amikor én elhatároztam, hogy egyszer ki fogok menni Amerikába,
és meg fogom nézni a Santa Monica izomstrandon a fiatalok testék ezesik egymást. És Tóth József dobos megnézte. Amint hatodszori kérvényezésre megkapta az útlevelét, felszállt az első Münchenbe induló buszra, majd Amerikába ment. Új dobos kellett, de néhány év küszködés után ő is elment. Szikora Robi ekkor jött a zenekarba dobolni, amikor a Hungária név az NDK-ban már jobban csengett, mint Magyarországon. Annyira népszerűtlen volt Magyarországon, hogy ezt fel nem lehet tételezni. Tehát az Egy taps nem veredik össze című műsor volt 6 évig nálunk. Azt mégis megengedték, hogy az NDK-ban fellépjenek, ahol egy nyugatnémet menedzser mondhatni újra felfedezte a Hungáriát. Így jutottak át az NSK-ba is. Az igazság, hogy ezért is kellett sokat, hogy mondjam, a kifejezést annak idején használtuk, ma már nem olyan sok, nem tudom, érthetően kilincselni kellett, érted? De bejött. Míg itthon szomorúan üldögéltek a nem foglalkoztatott zenészek az országos rendezőiroda folyosóin, addig a hungáriások csak külföldi ügyeiket intézték, ahogy ők hívták, a zokogóban. Akkor eldöntöttük, hogy mi nem fogunk diszidálni, mi az Amerikát hoz, a nyugatot hozzuk haza. Akkor hozta faszappanokat, feleséged neked Charlie Kölnit. Dolly ekkor az országos mentőszolgálat személyzetiseként dolgozott, miután kirúgták a színművészetiről fél év után. De az azért hazugság lenne, hogy többé ne vágyott volna a színpadra. Ekkor hívta fel Fenyő Miklós, akit a gimiből már ismert. Megérkezett a Miki egy fényes jackiben, piros volt, ha jól emlékszem, aztán valami ilyen hosszú hajjal, nagyon vigyorgott, beültünk, és akkor megérkeztem egy olyan környezetbe, ahol megismerkedtem a hosszú hajú fiúkkal, akik farmerben, fényes jackiben, bird jackiben, szóval az én kinézetemtől abszolút, abszolút ugye elütöttek. Eljött a Dolly énekelni, és a gatyánkból kiestünk, tehát úgy énekelt. Olyan rock and roll volt benne, olyan élettűz volt benne, hogy azt mondtuk, hogy ez honnan, hogy honnan bányászódott elő ez a kislány. A kislány vérfrissítésnek kellett, miután egy új stílussal próbálkozott a Hungária. Pontosan a külföldi fellépés miatt a Fenyővel végigjártuk az összes szomszédságot, az én otthoni szomszédságaimat és mindenkitől a régi ruhadarabokat, retikült, meg szemüveget, tehát mindenféle ilyen 50-es, 60-as évekbeli dolgokat összeszedtünk. Szemeim előtt tűz karikát, a szívem lángol és forra. Az új Rock and Roll Hungária Dollyval először a Műegyetem klubjában mutatkozott be. Folyamatosan játszottuk a számokat, mert láttuk a közönség arcán, hogy bizonytalanok rettetesen. Mi ez? Ki ez? Új zenekar, régi zenekar, külföldi zenekar, magyar zenekar, nem értették, mert angol számokat játszottunk. Nézegették, hogy te az ki az, az ki lehet, a Fenyő, nem az a Fenyő, melyik a Fenyő? Ugye hátrafésült haj, mindenkinek a napszemüveg, a kockás zakók, hát szóval döbbenetes látvány volt, és döbbenetes zene, ugye az akkori trendhez képest. Nem is értették, azt hittek, ez valami amerikai legújabb zene, tehát olyan számokat választottunk ráadásul, ami nem annyira ismert, hogy majd nyugodtan, tehát ne csak a Hello Mary Lou-t énekeljük, hanem ez a Splash Splash and a Brain, ilyen teperős számokat, és így néztek. Második bulink az március 8-án volt Győrben, ott például azt hitték, hogy punkok vagyunk. Szóval, hogy ez punk zene, meg a kinézetünk is azt hitték, úgyhogy jöttek a punkok. El is osztották valami külföldi zenekar jött. Föl se ismertek, a külsőnk teljesen megváltozott, a viselkedésünk megváltozott. Ez mint a futótűz, úgy terjedt el a híre. 2-3 hónapon belül
Szétszették a Hungária együttest, az ország minden pontjáról hívták. Tinédzser lányok hadaírt szerelmes levelet az akkor már két gyerekes családapaként rokizó Fenyőnek, aki egyszer kamerával meg is látogatta az egyik nem kis zavarban toporgó rajongóját. Foglaljanak egy picit helyet. Hát egy picit helyet foglalunk, aztán elmegyünk, jó? A Miki, mondják a többiek, nagyon értett a zenekar menedzseléséhez, míg az autogramadás módjáról is kiokosította Dollikát. Azt is tudta, hogy kétkezes vagyok, és azt mondta, hogy hát akkor úgy írjam, hogy jobb kézzel sok szeretettel, és az aláírás pedig bal kézzel dobolni. Úgyhogy hát adtam az autogramokat, és rettegtem, hogy egyszer csak a mentőszolgálat 800 emberéből egyetlen egy eljut a koncertre, valamelyik Hungária koncertre, mert volt aztán bőven, nem a Dollit használtam, hanem az eredeti nevemnek egy bizonyos válfaját, tehát ők nem tudták, hogy a Dolli az azonos velem. És milyen válfaja? Nem mondom el. Titok? Igen. Nagy lemez is lett pillanatok alatt, miután Fenyő helyett Novai Gábor sétált be a Hungarotomba Erdős Péterhez. Elkerültem gondosan a csehókat. Vannak-e saját számaitok? És akkor én rávágtam teljesen blöff módon, hogy persze. És hétfőtől csütörtökig megcsináltuk az első lemezt, a Hungária lemez próbán. És onnantól kezdve nem csak a színpadon öltöztek Jampinak, hanem így mentek boltba, sétáltak az utcán, utaztak a villamoson. Az én hajomat hidrogénizni kellett, mert én voltam az olaszos izé, aki a Diana-tének nem hittem. Nagy haj, az egy kicsit szélke, és akkor bekelt ilyen ondolát, tehát nagyon durva voltam, tudod? És azt az utcán, gondolj bele, hogy itt egy 80-ban. Szeplős Betty-ből szoknyában szűsarkon jött. Mi új leány a földszín egyből lófakon kötött. Rongyláb Jani csőnadrágját meglazította. Az őszín srác egy mozdulattal már épbe dobta. Három év alatt három nagy lemez, rengeteg koncert és televíziós felvétel. Senki nem számított ilyen nagy sikerre. És a bajok pont ekkor kezdődtek. Amikor ugye siker van, akkor mindenki úgy érzi, hogy saját attól lesz siker, hogy ő tőle. Gyere közelebb, járjunk együtt újra! Szétfeszítette ezt az együttest a hatalmas siker. Szétfeszítette. Aztán 83 nyarán az egyik napról a másikra lett vége. Szikora Robert Szűcs Juditnak írt számokat mellékállásban, ezért kellett mennie. Ha akkor maradok a Hungáriában, akkor én véleményem szerint én a Szikora Robi maradok a Hungáriának a dobosa. És aztán, mikor 90-ben megnyertem az évtized zenészje díjat Magyarországon, akkor Szikora Robert nyerte. Nem sokára a többiek sem bírták együtt. Két részre szakadtak, a Fenyő és a többiek. Pillanatok alatt hozzatok. És aztán lehet a Dolliról. Illet Dolliról. Tizenegy év után ültek le újra egy asztalhoz. Egy közös koncert lett belőle 95-ben. Ott egy százezres tömeg őrjöngött 3,5 órán keresztül. Na, ünnepelte azt, hogy ezeket az embereket újra együtt láthatja egyszer egy színpadon. Önök szerint ez volt az utolsó?